Több levél érkezett porcelánfestés ügyben az egyik meglehetősen autentikus helyről. Tisztelt Heti Hetes, a március 20-ai adásukban elhangzottakhoz szeretnék némi kiegészítést fűzni. Nálunk az Alföldi Porcelán Edénygyárban a porcelán dekorálási módok közül valóban a legjelentősebb a matricázás, de kiegészítésként is önállóan alkalmazzuk a kézi festést. Magyarországon újdonság, egyedüliként mi alkalmazzuk a kézi festékszórásos porcelánfestést. Ezzel a technológiával készültek ezek a bögrék is, amelyeket ezúton küldünk önöknek. További sok sikert kívánunk munkájához. Köszönjük szépen! Megkövetem Havas Henriket, 21-re szépítetti Henrik, mert azt mondtam, hogy Henrik az egyetlen, Meissennel ketten vannak igazán világmárkák ezen a téren, bár Herenden 650-en festenek, mely szemben csak 400-an. Az zavart meg, hogy hallottam, hogy van kézifestés és szabad kézifestés. A kettő között az a különbség, hogy vannak ilyen előrajzolások, és akkor valaki szolgáljon, csak utána húzza. És azt mondták nekem, hogy mely szemben már így is dolgoznak, de ez nem biztos, hogy igaz. Nem vagyok szakember, viszont szerintem akkor is döntetlen a mi meccsünk, mert úgy hallottam, hogy a festők közül 18-an javasolták a László Csabát. 18-an. Tehát ők vetették fel, igen. Így egyszer megálmodták. Na, nem tudom, például van ilyen, hogy azt mondja Bajor, hogy javasoljuk Havas Henriket királynak, és akkor körülöztet közöttünk egy papírt, hatan aláírjuk. Az egy nagyon nagy tévedés, mert az benne van a levegőben, hogy engem lehetne. De ha mondjuk... De azt mondjuk, mert komoly előkészületeket igényelne, hogy őt mondjuk királynak, a Jáksi urat pedig szépség királynak. Igen. Azért az komoly előkészületeket igényelne. Az érted, hogy azt mondja egy festő, mert ugye erről ment a vita, hogy mennyire volt spontán, hogy a festőgyári munkások, László Csabát... Ezek nem munkások. Festők. Nem, ők tulajdonosok. Mi láttam az adást, részvényesek. Ők a tulajdonosok. MRP, ezt így nevezték annak idején, amikor a privatizálás során a munkások részvényhez Magyar jutottak. Magyar Rádió is televízió. MRP, ez volt a folyamat neve. Mindegy, azon volt a vita, hogy spontán a homlokokra csaptak, hogy a bukott pénzügyminisztert hívják meg igazgató tanácsi elnöknek. Szerintem ez egy marhasság. Valaki ismerte őt, biztos beszélgetett vele egyszer, amikor összefutott valami mellékhelyiségbe. Megkérdezte tőle, akarja, hogy valami, hogy amikor mi festünk, akkor ott álltak a fajansznál, persze. És... Én kérek elnézést, az az igazság, a Juci nevében, a Jucinál lakásfelújítás van, tehát ő gyakorlatilag útközben lakik, tehát nagyon rossz idegállapotban van. Nagyon kérem, önöket ne ingereljék, ne etessék. Így szabadon el van, de... Amikor színpadon elkapsz egy ilyet vele, akkor kész. Nem akarsz kimenni egy kicsit? Lesz egy rádió újság, hogy 22-23-tól 22-28-ig Hernád Judit neve. Én azt tudom, én kiadnék egy CD-t veled, esküszöm neked. És folynak a könnyei. Azzal, hogy a múlt héten eltört a szemüvege, azzal így átnevette a hetet. Következő levél Teddynek szól. Tisztelt Farkasházi úr, a múltkori adásuk hossza 55 perc volt, ebből 19 perc önről szólt. Az ön hozzászólásai általában 4 csoportra oszthatók. 1. Tudományos ismeretterjesztő előadás. 2. Mi történt önnel? 3. Miért nem tévedett egy előző alkalommal? 4. Miért tévedett jogosan egy előző alkalommal? A levélírónak teljesen igaza van, önkritikát gyakorlok, és mától kezdve csak azzal foglalkozok, hogy könyvet írok a pornóiparról. A levél utolsó sora azért... Majd meg szerénynek lenni. Azért maradok, ez a levél utolsó sora. Nem tudom, hogy ez a mérvakulattató. Te most mit nevettél? Én nem azon nevettem, nem, mert lenéztem, és valami volt itt a térdemem. Mondom, ej, mi lehet ez, és fölnevet. Nem is hallottam. Lehet, hogy nevetgélni össze-vissza, ne haladj. Én vagyok a hülye, elnézést kérek.
Szóval a levél jó, utolsó... Kimaradsz ebből a könyvből? Melyikből? Ja, ebből a pornósból. Hogy a levél utolsó sora... vagyok benne, igen. Hogy a levélnek az ő utolsó sora ez, azért maradok továbbra is tisztelője Kendelényi Barnabás új lengyel. Aztán én találtam interneten egy történetet, ezt így fölolvasom, ha nem baj. A feleség naplójából. A férjem nagyon furcsa volt ma. Mikor rákérdeztem, hogy van-e valami gondja, azt mondta, semmi. Amikor megkérdeztem, hogy én vagyok-e az oka a rossz kedvének, azt mondta, nem. Amikor azt mondtam neki, szeretlek, ő nem válaszolt. Csak ült a tévé előtt, és éreztem, hogy messze jár. Végül lefeküdtem aludni. Kis idő múlva mellém bújt, megsimogatott, és egy nagyot szeretkeztünk. De szeretkezés közben is éreztem, mintha nem velem lenne. Álomba sírtam magam. Biztos vagyok benne, hogy van valaki-e. A férj naplójából. Szombat este. A Fradi kikapott, de dugtunk egy jót. Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Hát ő! Gábor János! Hernádi Judit! Kern András! Hamas Hányi! Farkasási Tibadar! Ez még jobb volt, ez a dugtunk egy jót, Bajor Imre, ez. A mély pontom az volt, amikor két pedofil beszélget. Hölgyeim és uraim, Bajor Imre. És ki a másik? Mit? Gál, hogy jár. Gál, hogy jár.